Hosszú távú együttműködést tervez a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara a Pécsi Tudományegyetemmel. A közös munkát egy rendezvénnyel indították Szekszárdon. Sipter Dávid, a PTF fejlesztési és gazdaságkapcsolati főosztályának vezetője elmondta, a program legfőbb célja, hogy a résztvevők megvizsgálják, hogyan tudják a régiót fejleszteni, segíteni. Hogyan tudunk úgy együtt dolgozni egymással, hogy abból olyan értékek jöjjenek létre, ami társadalmi, gazdaság és innováció szempontból is a régió fejlődését, az itt élő embereknek a lehetőségét, a gazdaságnak az előmenetelét tudja szolgálni. Úgy szeretnénk együtt dolgozni a jelenlévő vállalatokkal, hogy megismerjük az ő problémáikat, ezekre megpróbálunk közösen választ adni, és együttműködésekkel, akár pályázati úton, akár az egyetem oktatási tevékenységeire építve, tudományos szolgáltatásaira olyan eredményeket érünk el, amit utána tudunk kamatoztatni ezeknek a céloknak az elérése érdekében. A vezető hozzátette, biztos benne, hogy a szervezetek közötti együttműködés a térség vállalkozásainak fejlődésében és sikerességében kézzelfogható eredményeket teremt, ezáltal hozzájárulhat a gazdaság versenyképes működéséhez. Kamaraként minden olyan kezdeményezést szeretnénk feltárni, feltérképezni és kihasználni, kiaknázni, ami ezeket a célokat szolgálja. Úgyhogy én nagyon bízom a program és programsorozat sikerességébe. A Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara jövőbeni tervei között még számos ehhez hasonló rendezvény, tájékoztató fórum és projekt szerepel.